Belarusban 18 éves börtönbüntetésre ítélték Szjárhely Cihanouszki ellenzéki vloggert. Az ítéletet az ország délkeleti részén Gomelben hirdették ki. A vád szerint Cihanouszki zavargásokat szervezett a tavalyi belarusz elnökválasztási kampány idején. A legismertebb ellenzéki vezető Svetlana Cihanouszkaja férje indulni akart 2020. augusztusában az elnökválasztáson, de májusban letartóztatták. Továbbra is meg fogom védeni az embert, akit szeretek, azt, aki vezetővé vált belaruszok milliói számára. Megpróbálok valami nagyon nehezet, talán lehetetlent, azt, hogy közelebb hozzam a pillanatot, amikor egy új Belaruszban látjuk majd egymást, mondta az ítélet előtt Svetlana Cihanouszkaja. Az ellenzéki vezető indult Alekszandr Lukasenkával szemben tavaly, miután az államfő férje mellett más elnökjelölteket, Viktor Babariko üzletembert és a korábban diplomata Valeri Cepkalót is rács mögé vitette. Lukasenka csalással megnyerte az elnökválasztást, ami ellen hónapokon keresztül tömegtüntetéseket tartottak Belarus nagyvárosaiban. A rendőrség brutálisan szétverte a tüntetéseket. Azóta is sok politikai fogoly börtönben van Belarusban.